COVID-fertőzést nem lehet megúszni. Erős mondat, mely kontextusba is helyezi, hogy miért kell unásig ismételni súlykolni a vakcinák fontosságát, az oltakozás társadalmi felelősségét. Miért kell állandó topiként foglalkozni a koronavírus járványban újra és újra felmerülő kérdésekkel, illetve kinek a szavára érdemes odafigyelni a jelenlegi információ áradatban. Erről szól a heti nézőpont. A koronavírusról, a járványról, annak főként harmadik hullámáról és a vakcinákról hitelesen és tudományosan. Így tudnám felvezetni a következő fél órát. Köszöntöm kedves nézőinket! A nézőpontot a Jársági Hírháttér magazint láthatják. Mutatom, ki lesz mai vendégem. Vendégünk jászapáti származású virológus professzor, aki egy... Tehát ugyanez a technológiai fejlesztés a vakcina... ...egyetemi tanulmányai után a 2000-es évek elején találkozott újra a koronavírusokkal, tanította, vizsgálta is őket. A wuhani zónázi szerencsétlen esete is a Covid-pandémia óta pedig részt vesz a közvélemény legszélesebb tájékoztatásában. Hiteles és közérthető magyarázatait minden médium előszeretettel közvetíti. A Nézőpont heti vendége Rusfoly Miklós, virológus professzor, az MTA doktora. Most ennyi felvezetés után professzor úr már itt velem szemben a stúdióban, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Én pedig nagyon köszönöm a meghívást. Jászságban mindig óriási örömmel jövök, úgyhogy köszönöm a meghívást. Igen, egyébként ezt mindig is tapasztaltuk, vagy ez legalábbis az elmúlt időszakban, amióta az ismeretségünk él, hogy nekünk első között igyekszik nyilatkozni, ezt nagyon szépen köszönjük. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor élőbb a kapcsolata a Jászsággal, amióta ugye múlt nyáron, augusztus 20-án díjazták Jászapátét? Nem különösebben, azelőtt is élő volt a kapcsolat, rendszeresen jártam, és azóta is rendszeresen járok. Nem azt mondom, hogy hetente, de azért igyekszem rendszeresen előfordulni. Hogy bírja ezt a média? Hát nem mondom, hogy felhajtás, de hát valójában látja az ember, hogy napi munkájává vált, hogy televíziókban nyilatkozik, rádióknak nyilatkozik, újságoknak nyilatkozik. Ez gondolom azért komoly teher. Igen, de hivatásomnak érzem, és éppen ezért nagyon szívesen csinálom, tehát én a tájékoztatást valóban örömmel és hivatásszerűen végzem. Igen, ugye ön az MTA doktora, és gyakorlatilag virológus. Mikor az első pont, amikor, hogy már így rátérjünk szépen lassan a mai beszélgetési témánkra, ugye a koronavírusra, illetve majd a később a harmadik hullámra, mikor találkozott először koronavírussal? A 2000-es évek elején, tehát az állatoknak, én állatorvos vagyok végzettségem szerint, és az állatoknak számos koronavírusa van, tehát ha úgy veszem, akkor az egyetemi tanulmányaim alatt, de akkor csak tanultam róla, meg tanítottam róla a későbbiekben, de úgy, hogy én személyesen végeztem volna koronavírusokkal vizsgálatokat, ez 2002-2003-ban volt, amikor a kutyák koronavírus fertőzéseit tanulmányoztuk egy nemzetközi együttműködés keretében, angol, görög, francia, holland kutatókkal együttműködésben egy nagy nemzetközi felmérést csináltunk. Most nézzük meg a legfrissebb járványügyi adatokat. A szerda reggeli adatok szerint 3597 fővel emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A fertőzés terjedésének üteme az utóbbi napokban a megelőző héthez képest már csökkent. Elhunyt 258, többségében idős, krónikus beteg, már több mint 24 ezeren haltak meg hazánkban a fertőzés következtében. Jelenleg 10.364 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és közülük 1204-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma meghaladta a 3 milliót, közülük mintegy 1,3 millióan már a második oltást is megkapták. Összességében immár a magyar lakosság 30,7%-a felvette az oltást. A regisztráltak vakcinázása folytatódik. Az adatok már a járvány harmadik hullámának tetőzését mutatják, de így is nagyon sokan fertőződnek meg. A kormány szerdai ülésén értékeli a járványügyi helyzetet és döntést hozhat a további lépésekről. Legutóbb pár hete készítettünk egy telefonos interjút, ha esetleg emlékszik, akkor az Our World in Data hát elég sötét előrejelzését igyekeztünk egy kicsit helyre rakni. Most hogyan változtatna a járvány görbe platójának eléréséről? Tehát elértük már, el fogjuk érni, a gyakorlatilag a hivatalos tájékoztató oldalon még azt vizionálják, hogy a csúcs közelében lehetünk. Ön viszont már azt is mondta, hogy talán el is hagytuk. Így van. Tehát mindig az 5 napos csúszó átlagot veszem én figyelembe. Van, aki a 7 napost, de soha nem napi adatot kell figyelembe venni. Az 5 napos csúszó átlagot figyelembe véve a
frissen fertőzöttek száma, napi száma március 26-án volt a legmagasabb, a lélegeztető gépen lévők száma március 29-én, a kórházban lévők száma március 30-án, és az elhunytak száma április 1-én. Tehát azóta van, amikor csak nagyon kis mértékű, de azért mégiscsak csökkenő tendenciát figyelünk meg, mindegyik kedvezőtlen statisztikai mutató esetében. A legrosszabb egyébként a halálozás számot tekintve 263-as átlaggal április 1-én volt, tehát mondjuk úgy, hogy tévedtem, de nem sokat, tehát a 250-hez képest a 253. Tehát magyarul én úgy gondolom, igen, túl vagyunk a harmadik járvány hullám csúcsán, és innentől kezdve fokozatosan javuló adatokra számolhatunk. A mai szennyvíz adatokat még nem láttam, ez mindig nagyon fontos. Remélem, hogy továbbra is csökkenő fázist mutatnak a szennyvíz adatok. Igen, az mennyi csúszást mutat egy szennyvíz adatot? Az kb. 10 nappal később realizálódik azután. De már a múlt heti is kedvező volt, tehát ezért gondolom én, hogy ez a tendencia megmarad. Hát majd az lesz kérdőjel, hogy a mostani nyitás, tehát ugye a múlt szerdai nyitás, az mennyit dobott? Gondolom, hogy annak picit több kell, mire megjelenik, és aztán majd az iskolák április 19-én. A múlt szerdai nyitás az ugye olyan, mint az okos lánya mesébe, hogy hozott is, meg nem is, adott is, meg nem is. Ugye ne felejtsük el, ugyanakkor egyidejűleg bevezették a nézetméter alapú korlátozást, ami járványtanilag legalább annyit számít a mérleg jobb serpenyőjében, mint a bal serpenyőben az, hogy több üzlet nyithat ki. Tehát több üzlet nyithat ki, és többfajta szolgáltatónak megengedték a működését, de azzal, hogy négyzetméter alapra, ezzel viszont a járványveszélyt jelentősen csökkentették. Ön szerint a kisboltok az rendben van, mert nyilván ott eleve nem egy óriási forgalom, de ön is jár nagy áruházakban, tehát a Jászberény hipermarketben gyakorlatilag nem változott semmi, óriási a mérete, nem kellett volna akkor egy picit, tehát hogy ott se egyidejűleg 300 ember legyen, még ott szigorítani egy picit, meghúzni a szíjat jobban? Én szerintem nem azok voltak eddig se a járványgócok, hogy úgy mondjam. Sajnos a második hullámban is, és most a harmadik hullámban definitíve a családok voltak a járványgócok, tehát hazavitte valaki a vírust, és ott családon belül terjesztette. Ha már az iskolákat említettük, ugye a napi közbeszédben már a fiatalok oltása, illetve ennek a kormeghatározása, illetve a tesztek zajlanak, ebben pontosan hol tartunk? Folyik fiatalkorúakon is a tesztelés, és gyerekeken is. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tehát több típusú vakcinának folynak már a kísérletei fiatalkorúakon, ugye ezeket nem kísérleteknek, hanem klinikai teszteknek hívjuk, ez elegánsabb elnevezés. Én úgy gondolom, hogy őszre meg lesz a gyerekekben és fiatalokban alkalmazható vakcina is, tehát a középiskolákban és az általános iskolákban már az immunizálás lehetősége meg lesz a következő tanévben. Egy érdekes szót tanultunk az elmúlt évben, a nyáimmunitás. Jelentsen ez bármit, hogyan számoljuk ezt, tehát hogy kiket kell ide számolnunk, ugye már említettük a fiatalokat, nyilván vannak beoltottak, vagy akik átestek a betegséget, szóval hogy kell számolni, mire meg lesz az a szám, vagy az a határszám, amitől azt mondjuk, hogy ez már az. A nyájban mindenki beletartozik, tehát a nyájimmunitásnál a lakosság 100%-át figyelembe kell venni a 3 évestől a 103 évesig, tehát mindenki beletartozik, és a korábbi, a wuhani mutánsnál úgy gondoltuk, hogy egy olyan 60-70% körüli immunitás elegendő lesz a lakosság összessége tekintetében. Most az agresszívabban terjeszkedő és nagyobb megbetegítő képességű brit variáns esetében ezt feltettük 80%-ra, tehát nem azért, mert meggondoltuk magunkat, vagy nem azért változtak ezek a számok, mert megbízhatatlanok vagyunk, és hol így gondoljuk, hol úgy, hanem azért, mert közben a vírus változott, magasabbra tette a mércét, ezért nekünk is változtatni kellett a számon. De ez a 80% úgy értendő, hogy benne vannak az oltottak, és benne vannak azok is, akik úgy szereznek immunitást, hogy átesnek a fertőzésen. A célunk az, hogy minél többen szerezzék meg oltás révén, és minél kevesebben úgy, hogy megfertőződtek, és úgy szereztek immunitást. Mi lesz, ha nem lesz elég ember, jelentkező, regisztráló?
akkor az oltottakat beoltjuk, a többiek pedig majd megszerzik az immunitást, úgyhogy átfertőződnek. Ez az ő felelősségük onnantól kezdve, hogy a vakcina itt van, vakcinabőség van, nem tetszett beoltani, hát akkor így járt. Mert a vírus nem lehet megúszni? A vírust nem lehet megúszni, ez biztos, hogy hosszú távon mindenkit fertőz, de látjuk, hogy vannak olyanok, akik tünetmentesen esnek át a fertőzésen. Biztos, hogy az oltás ellenesek között is sok olyan szerencsés lesz, aki észre se veszi, hogy átfertőződött. Ők majd a saját meggyőződésüket látják ezzel megerősítve. Ezzel meg nekünk vakcinapártiaknak kell együtt élnünk. Pontosan ezért kérdezem, mert a társadalom, hát mondanám, hogy ketté szakadt, ebben a történetben nem nagyon van középút, tehát vannak a pártolók, illetve azok, akik teljesen ellenzik a vakcinák beadását, vagy adott esetben, mondjuk ebből már kevesebb van, aki egyáltalán a vírus létezését kétségbe vonja, de már többször bejátszottuk azt a rövid kis videót, amiben nem reprezentatív, néhány ember megkérdeztünk, de hát néhány embernél is rögtön találtunk véleménykülönbséget, hogy oltatná magát, illetve ha nem, akkor miért nem, ha igen, akkor miért. Beoltatja magát, ha szabad? Isten őriz. Nem? Miért nem? Mert nem. Felesleges. Fél év múlva ugyanúgy meg kell ismételni, nem? De ez azt jelenti, hogy akkor fél évig nincs védettsége semmilyen szinten. De felesleges. Ha nem fél a vírustól? Nem. Nagyon fontos a oltás, azért vagyunk itt. Már a másodikra jöttünk. Hogyan győzni meg azokat, akik azt gondolják, hogy azt mondják, hogy nem fontos? Hát úgy győzni meg, hogy nem csak a saját egészsége múlik rajta, hanem a családjáé. És bárki. Most Kínából jött a vakcina, meg Kínából jön a oltás is, vagy mi a vírus, úgyhogy hülyeség az egész. Hát te nem fogod oltatni magad akkor sem, hogyha nem kéred majd az oltást. Nem. Okay. Nagyon fontosnak, ez véd meg bennünket. Hogyan győzni meg azokat, akik úgy gondolják, hogy ezt hát nem akarják? Elég nehéz őket meggyőzni. Én egy napra elküldeném őket a Covid osztályra gondozni. Ennyi, mert aki látta már közelről, vagy elvesztette a hozzátartozóját akkor. Nagyon, nagyon felelőtlenek, akik nem oltatják magukat, nagyon. Hát reflektáljunk egy picit az előbb hallottakra. Mit mondana? Ahogyan említettem, nem reprezentatív, tehát néhány embert kérdeztünk meg, egyből jött a véleménykülönbség. Igen, ezt úgy kell kezelni, mint mondjuk a biztonsági öv kérdését. Van, aki meggyőződésből nem használja, mert ő azt hallotta, hogy valaki bennégett a kocsiba, mert nem tudta kicsatolni, vagy ott halt meg, mert nem tudta kicsatolni az övét. Én meggyőződéses öv használó vagyok. Az, aki vakcináztatja magát, az használtatja a biztonsági övet, aki pedig nem vakcináztatja magát, az a szerencséjére bízza magát, tehát ha jön az ütközés, jön a koronavírus, akkor mindenki a meggyőződése szerint kapja majd a következményeket. Professzor, feltettünk egy kérdést, azaz, hogy lehetőséget biztosítottunk a nézőknek a tegnapi napon a Facebook oldalunkon, hogy tegyenek föl kérdést. Két kérdés érkezett, Lóci Pétertől érkezett egyébként a két kérdés, aki Jászárok szálláson egyébként a bűvelődési ház vagy komplexum igazgatója. Olvasom. Én azt kérdeztem a doktor úrtól, ami a környezetemben visszatérő kérdés, akkor most évente kétszer be kell oltatni magunkat, ki tudja meddig, vagy naponta beoltanak 50-100 ezer embert szakaszosan, és megtörik a terjedés intenzitása, és szép lassan elhal a nagy hullám, hozzászoknak az immunrendszerek, és minimális lesz a terjedés? Részben igaz, tehát kevert választ tudok adni. Az alapimmunizálás az általában két adag vakcina, ez egyébként más betegségeknél is, az esetek túlnyomó többségében így van, tehát két adag vakcinát megkapjuk. Innentől kezdve, aki veszélyében érzi magát, amikor légzőszervi betegség szezon van ősszel, koratavasszal, az ismétlő oltást fölvehet. Van, aki fölveszi már őszön, az őt védi októbertől következő év áprilisáig, ugyanaz, mint az influenza, tehát az influenzából se kell évente két oltás. Ha valaki tart attól koránál fogva, vagy azért, mert rizikócsoportba tartozik, az évente egyszer beoltatja magát az influenza ellen, és akkor arra a szezonra védett. Ugyanez lesz a koronavírus esetében is. Aki pedig nem akarja magát oltatni, az lehet, hogy megszerezte az alapvédettséget a két oltás révén, mondjuk most tavaszon, mint például én, de én úgy fogom gondolni, hogy hát
én talán nem vagyok olyan nagy veszélyben, ezt most megkockáztatom, az alapimmunitásom megvan, ha jön a vírus, akkor átesem rajta, már alapvédettségem van, tehát lélegeztetőgépre nem kerülök, meghalni nem fogok, legfeljebb pár napig beteg leszek, ezt bevállalom, de nem oltatom magam. Erre is lesz lehetőség. És a harmadik lehetőség pedig az, hogy a vírus igen endémiásan itt marad velünk, tehát ugyanúgy előbb-utóbb mindenki azért időnként megkapja. És időnként egy emlékeztető immunizálásban részesül, most már nem oltás, hanem fertőzés révén, tehát egy átlagos immunitás az tulajdonképpen mindenkiben lesz, tehát a nyájimmunitás az végeredményben fennmarad. Beszéltünk mutánsokról, és azt nagyon láttuk ebben az évben, hogy egy mutáció mennyire változtatja meg mondjuk a járványgörbét, ugye a brit mutáns a harmadikat, ami sokkal brutálisabb volt, mint az azt megelőző kettő talán összességében is. Mi a helyzet most ezekkel a mutációkkal? Mennyi védelmet nyújtanak ellene a vakcinák? Nyilván olvasni ezt is, azt is, illetve ugye azt is hallottuk, hogy lehetnek majd olyan más antigénnel rendelkező mutációk, amikre nem biztos, hogy már jó válaszok a mostani oltóanyagok. Szóval egy kicsit beszéljünk erről, hogy egyik másikra milyen esély van. Jó, tehát akkor kezdem a legrosszabb verzióval, ha egy olyan változás jön létre ezen a szintén egy már megtanult fogalom, ugye a tüskefehérje. Tehát ez a vírusnak a legfontosabb alkatrésze, tehát ha egy olyan vírusmutáns képződik, aminek a tüskefehérjéje teljesen más a korábbitól, akkor az eddig kidolgozott vakcinák nem védenek ellene. Erre van esély? Minimális, de van. Tehát azt kell, hogy mondjam, nem kizárt, de kicsi az esélye. Ebben az esetben valóban újra kell gombolni a kabátot, és akkor egy új vakcina, új oltás mindenkinek. Ennek az esélye a következő 10 évben mondjuk 1 az 1000-hez. Uh-huh. De nem kizárt, inkább így mondom, de nagyon kicsi a valószínűsége. Tehát nekünk nem ebből a stratégiából kell kiindulni, hogy úgy is lesz egy ilyen, akkor nem védekezünk ellene. Tehát nekünk most a jelenlegi szituációban a jelenlegi vírussal ellen kell védekezni. Tehát jó hír az, hogy az összes eddig ismert mutáns ellen az összes eddig kidolgozott vakcina véd. Legfeljebb, és ezek közül ugye az úgynevezett dél-afrikai mutáns, ami legjobban eltér az eredeti wuhani változattól, a vakcinákat az eredeti wuhani változat ellen dolgozták ki, tehát a dél-afrikai tér el attól legnagyobb mértékben, de mindegyik vakcina véd mindegyik mutáns ellen. Behozom ide a második nézői kérdést is, szintén Lóci Péter kérdezte, az a vakcina jobb, amelyet kb. Fél éve véglegesítettek egy akkori vírustörzs alapján, vagy amiket még most kezdenek bevezetni, és újabb mutációkon is tesztelnek? Mindegyik jó, de nekünk most az a célunk, hogy mindenki alapimmunitást kapjon. Tehát lehet, hogy idén őszön, jövő tavasszal, jövő őszön már egy kicsit más lesz az a vakcina, amit a koronavírus ellen bevetünk, de ez megint csak azt tudom mondani, olyan, mint az influenza. Minden évben az influenza egy kicsit más az influenza vakcina, mint az előző évi. Mindig egy kicsit csiszolnak, tökéletesítenek rajta, és ezért van az, hogy az előző évi az idei évben már nem olyan jó. Ezért váltogatják az influenza vakcinákat. Tehát ugyanez lesz a koronavírussal is. Igen, változik a hatékonysága, mint ahogy a gépkocsinak is változnak a paraméterei. A 30 évvel ezelőtti gépkocsi az már túlfapadosnak tűnik a mostaniakhoz képest. Most a mostaniakat választanánk. Ugyanígy a vakcinával viszont most kell nekünk megbarátkoznunk és beadatnunk magunknak. Csak nagyon röviden ilyen kérdés, gyors válasz jelleggel beszéljünk egy picit néhány vakcináról. A Pfizer, a Rolls-Royce? Jelen tudásunk szerint a Pfizer az, ami legjobb, legtartósabb immunválaszt ad, kevés a mellékhatása, de van, akiben az is. AstraZeneca botrány, gazdasági botrány ez, vagy tehát szóval, hogy mennyire nagy ez a tüdőembólia százalék, mert azért itt ön már nyilatkozott, nagyjából elhanyagolható százalékokról. Így van, elhanyagolható a százalékos aránya, a
koronavírus fertőzés sokkal nagyobb arányban idéz elő tromboemboliás betegséget, a vakcinával össze sem hasonlítható. És igen, sokan gyanítanak emögött egy gazdasági verseny miatt kialakult, ha úgy tetszik, lejárató kampányt. Eddig nagyjából azt a zeneka volt, ami úgy által sarat, mármint, hogy azt támadták a legjobban. Az elmúlt napok viszont a Sinopharm, illetve a kínai vakcina körül forogtak, hogy mennyire hatékony. Hatékony-e az első, a második, de már azt mondják, hogy kell a harmadik oltás is. Kell a harmadik is? Az eredeti javaslat, a kínai gyártónak a javaslata 3 oltás. Azokban az országokban, ahol kiterjedten használták a kínai vakcinát a vakcinázás során, több országban már bevezették a harmadik oltást. A vakcina 2 oltás után is véd az ellen, hogy valaki meghalljon vagy lélegeztetőgépre kerüljön, de mérhető immunválaszt, ellenanyagválaszt általában 3 oltás után várt ki, és mivel a védettséget mérni az ellenanyagszint alapján tudjuk, ezért több ország elfogadta azt, hogy 3 oltás van, hogy mérhető legyen az immunválasz, bizonyítható legyen. Nem fogjuk mindent felsorolni, de mondjuk Sputnik V, ez ugye Magyarországon is elég sok beoltott van, régi, bevált, jól használható. Nem régi, de bevált és jól használható, tehát ez ugyanolyan vektorvakcina, mint az AstraZeneca, csak más vírusokat használ. Közszájon forog, hogy 2 hétig azután nem lehet alkoholt fogyasztani. Van ebben valami, tényleg roncsolhatja az alkohol, vagy nem is tudom, hogy is mondjam, rombolhatja a hatékonyságot, vagy ez abszolút csak egy ilyen, hogy is mondjam, urbánus legenda? Nem urbánus legenda, ez az orosz vakcinagyártók kísérlete arra, hogy az oroszországi alkoholfogyasztást visszafogják, de immunológiai, virológiai indoka nincsen. Csak egy valamit tegyünk tisztába, hogy mit jelent ez a 70%, 80%, 94%, ugye különböző számok vannak. 100%-ban véd valamennyi vakcina az ellen, hogy valaki lélegeztetőgépre kerüljön, vagy meghaljon, és mondjuk 75%-ban vagy 84%-ban véd az ellen, hogy valakiben tünetek alakuljanak ki. Tehát 100 oltottból egy sem kerül lélegeztetőgépre, és senki nem hal meg, de 100 oltottból 16-ban szaglásvesztés, légzőszervi tünetek, fejfájás, láz kialakulhat. Ezt jelenti az, hogy 84%-os egy vakcina hatékonysága. Ha már a betegségről beszélünk, azért én azt tapasztalom, hogy ebben is zavar van a fejekben, rengeteg információ, dezinformáció, nehéz ezt feldolgoznunk, nyilván nem vagyunk, nem tudom, virológusok, immunológusok, tehát nem tudhatjuk ezt. És ugye ez a betegség első, második oltás, de akkor mikor kapom el, úristen, hallottam ilyet, hogy citogénvihar, és félnek az emberek. Próbáltam néhány dolgot összeszedni, olyan alapesetet, amire így viszonylag gyorsan próbáljunk választ adni. Voltam covidos, tehát tudok róla, oltassak, ne oltassak, ha igen, mikor? Virológiai, immunológiai értelemben minimum 3 hetet célszerű várni a tünetek megszűnése óta. Hivatalosan a rendelkezések szerint 3 hónapot kell várni, mert az átvészelt fertőzés 3 hónapig biztosan véd, tehát elnézést, vakcinaspórolás, kár beléje a vakcina, adjuk annak, akinek szüksége van rá, emiatt van a 3 hónap. Virológia, immunológia értelemben 3 hét után már adható. Nem tudom, hogy voltam-e covidos, oltatnám magam, de félek, hogy esetleg ezzel rosszat teszek, vagy túl sok lesz bennem az immunválasz. Aki volt covidos, annak csak használ, ha még utána beoltatja magát. Sokkal erőteljesebb, magasabb immunválasza lesz, tehát az, hogy valaki átélt covidot, ez nem ellenjavalta, hogy beoltassa magát. Oltattam magam, de ettől még elkaphatom? Ha elkapom, mi történik? Igen, ha valaki oltatta magát, megkaphatja, ahogy erről beszéltünk is, hogy meg is fogja kapni nagy valószínűséggel, nem fog meghalni az illető, nem kerül lélegeztetőgépre. Ha bal szerencséje van, akkor tünetekben meg fog nyilvánulni, de enyhe tünetekben, és sokkal kevesebb vírust ürít a környezetbe, tehát kisebb eséllyel adja tovább a fertőzést. Oltattam magam, mikor oltassam újra?
mindenki, tehát inkább úgy mondom, amikor csak akarja, de szüksége legalább 8 hónapig nincs rá. Tehát jelen tudásunk szerint 8 hónap. A legelső vakcina kipróbálások tavaly nyáron zajlottak a klinikai fázisban, azóta 8 hónap telt el. Azok a személyek még most is védettek. Ha ugyanezt nyáron kérdezni, azt mondanám, hogy egy év. De lehet, ha ősszel kérdezi, azt mondom, hogy másfél év. Tehát azért mondjuk most, hogy 8 hónap védettséget adnak a vakcinák, mert annyi telt el az első oltások óta. Vakcina mixelés, kaptam egyfajta vakcinát, most legközelebb kapnék másikat. Jó vagy rossz? Jó, bátran. Jelenleg azért nincsen vakcina mixelés, mert az oltóanyaggyártók garanciát úgy vállalnak a saját termékükre, ha szabályszerűen azzal a vakcinával történik a két oltás, ahogy ők előírják. Tehát ez garanciális kérdés. A gépkocsimat, ha szervizbe viszem, az első 20 000 kilométerbe márka szervizbe kell vinni, és csak azt fogadják el. Tehát ez garanciális kérdés, és nem immunológiai okok miatt van az, de különben igen, nem árt a vakcina mixelés. Orvosi körökből lehet hallani, hogy a vércsoportok alapján lehet tudni, hogy kiben milyen immunválasz, vagy milyen hát súlyos reakciók fognak kialakulni. Hogy van ez? Kik a veszélyeztetettebbek, kik kevésbé? Ez statisztikailag kimutatott tény, nem abszolút szám, tehát ez nem azt jelenti, hogy aki, tehát akkor mondom a sorrendet, legérzékenyebb az A vércsoportú, utána az AB, utána a B, és legellenállóbbak a nulla vércsoportúak. Azért, mert az A vércsoportúaknak, és kismértékben a B vércsoportúaknak is a tüdőhámsejtjén, a légzőszervekben, a tüdőben van egy olyan molekula struktúra a sejtek felszínén, amihez a vírus kapcsolódni tud, tehát a normál kapcsolódási felülethez képest az A vércsoportúakon 2 van, a nulla vércsoportúakon 1, tehát gyakorlatilag növekedett az esélye az A vércsoportúnak, hogy megbetegedjen. Itt van az allergia szezon, mondjuk én allergiás, vagy fogékony vagyok erre, veszélyeztetettebb vagyok-e? Sajnos igen, minden légzőszervi betegség, a krónikus dohányzás, tehát aki napi legalább 10 szállat szív 4 éve, az már krónikus légzőszervi betegnek számít. Légúti allergia, stb. Asztma, ez mind hajlamosító tényezőként szerepel, igen. Ez a kérdéscsoport befejeződött így a beszélgetésünk végén, ugye nyáról azt mondta, még legutóbb, amikor a telefonos interjút készítettük, hogy jobb lesz, vélhetően visszatérnek a tavalyi számok, na de a nagy kérdés most már az ősz. Mi lesz ősszel? Én bizakodó vagyok az ősz vonatkozásában is. Én úgy gondolom, hogy addigra, aki oltatni akarja magát, az már beoltatta magát, vakcinabőség lesz, azok az emberek védettek. Aki nem akarja oltatni magát, az pedig átesik majd a vírusfertőzésen, tehát az is védett lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ősszel lehet, hogy lesz egy halmozott esetszám, tehát ugyanúgy a légzőszervi betegségek szezonjában, aki tüsszög, köhög, feje fáj, lázas, azoknak egy része a koronavírus miatt lesz beteg. Tehát lesz egy esetszám halmozódás, de olyan járvány hullám, mint a tavalyi őszön, vagy most tavasszal már nem lesz. Lehet olyan kontenteket olvasni az interneten, hogy ez az eddig 100 éves intervallumban megjelenő nagyvilágjárvány, ez most nagyon lecsökkent, és valakik már azt mondják, vagy legalábbis felmerül ez az internet népe között, hogy 5 éven belül egy újabb nagyvilágjárvány jöhet. Jöhet? Jöhet, de nem valószínűbb, mint ezelőtt 20 évvel. Ugye minden évben várjuk, hogy a madárinfluenza átterjed emberre. Ugye ezt vártuk 2005-ben, mikor Bács-Kiskun megyében, Fér megyében kiirtották a baromfit. Az idén Komárom-Esztergom megyében többször visszatérő volt ez, hogy jön a baromfi influenza. Ez olyan, mint a rejtő regényben, ugye, hogy vártuk a pofont jobbról, és balról jött. Tehát ugye az influenzától vártuk, hogy jön a világjárvány, és a koronavírus jött. Nem tudjuk, hogy mi lesz a következő 10 évben, de a valószínűsége nem nagyobb, mint bármikor. Az utolsó kérdésem, az elmúlt
közel másfél év tapasztalatai elegendőek ahhoz, hogy fel tudjunk egy nagy világjárványra készülni újra? Tehát, hogy úgy várjuk, ha ez majd egyszer, ne adj Isten, bekövetkezik, hogy akkor picit jobban állunk ez a kérdéshez, hatékonyabban? Tehát, hogy a tudományban lehet még bízni. Az emberekben lehet bízni. Természetesen mi felkészültek vagyunk, de mi voltunk eddig is a legfelkészültebbek, de az, hogy elnézést, most tüskefehérjéről beszélünk, járványgörbéről, nyájimmunitásról, ezeket a szavakat mindenki megtanulta szinte az elmúlt év során, tehát nem nekünk kell felkészültnek lenni, annak örülünk, hogyha az emberek felkészültek, mert az igazi védekezés az rajtuk múlik, nem annyira rajtunk. Tanár úr, professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést, jó egészséget kívánok. Köszönöm mindenkinek, ezt kívánom én is. Nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Nézőpont heti adása. Reméljük, hogy ebben a műsorban megtalálták az aktuális válaszokat a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Bizonyára még akadtak kérdések, tegyék meg, hogy ezt leírják nekünk, akár Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornán, mert ott is megtalálható lesz természetesen ez a Nézőpont ezen adása, egyébként az összes többi híranyagunk ezzel kapcsolatban. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmüket, jó egészséget, jó pihenést kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!